Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon. A magyar kormánynak november 19-éig kellett bemutatnia, hogy miként teljesítette azokat az ígéreteket, amelyek garantálják az uniós források átlátható felhasználását. Az Európai Parlament hétfőn értékelte a Magyarországgal szembeni jogállamisági mechanizmust, csütörtökön pedig egy állásfoglalást tesznek. Vendégünk Deutsch Tamás, a Fidesz EP képviselője. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy itt van velünk. Jó reggelt kívánok. Egy nagyon furcsa helyzet ez most, azt gondolom. Egyfelől a magyar kormány, és hát önök is a kormányzatot, a kormánypártokat képviselő EP képviselők azt hangsúlyozzák, hogy Magyarország mindent teljesített, amit korábban az Európai Bizottság vagy különböző testületei elfogadásra ajánlottak. Azt mondja az Európai Bizottság igazságügyi biztosa, hogy várja, hogy minden teljesüljön. Szó szerint idézve, reméljük, hogy megfelelő magyarországi reformokkal mihel hamarabb elérjük céljainkat. És azt mondja öt párt az Európai Parlamentben, hogy ettől nagyon messze van Magyarország. Ez három nagyon különböző álláspont. Melyik lehet az, amelyik igazából ezen a héten dominálni fog Brüsszelben? Vagy éppen Strasbourgban? Az az igazság, hogy a tegnapi európai parlamenti vita az annak az európai baloldali abszurdnak a további folytatása, ami a magunk mögött hagyott sok-sok esztendőt jellemzi már. 2019-ben indult útjára a jelenlegi európai parlamenti ciklus. Ennek a ciklusnak alig a 60%-a telt el, tehát, hogy mondjam, azért nem a vételé járunk. Ebben a ciklusban az európai polgárokat, az Európai Uniót koronavírus járvány, pandémia okozta, gazdasági válság, orosz agresszió, háború, energiaválság, folyamat illegális migrációs nyomás terheli, jellemzi. Ehhez képest a tegnapi vita már a 11. magyar vita volt. Ilyen körülmények között az európai baloldalnak mindig van ideje, ereje arra, hogy a Magyarországgal kapcsolatos hosszú-hosszú esztendők óta hangoztatott hazugságait újra elmondja. Hát az európai, bocsánat, az európai baloldalnak és a jobb oldalnak is, hát hiszen a néppárt is a másik négy párttal együtt szavaz és véleményez. Az európai néppárt az réges-rég nem jobboldali párt, az Európai Parlament két jobboldali frakciója, valamennyi hozzászólója, valamennyi képviselője a lehető leghatározottabban, ha tetszik, kiállt Magyarország mellett, illetve a lehető leghatározottabban elutasította az Európai Parlament néppárttal együtt létező baloldali többségét. Az Európai Parlamentben egy olyan szivárványkoalíció van, mint ami a magyar választáson létrejött szivárványkoalíció, hát ott is döngette több ellenzéki párt mellett, hogy ők jobboldali pártok. Mindenki tudta, hogy ez egy baloldali koalíció, amelyik az idei parlamenti választáson nálunk súlyos vereséget. Hát ellenzékinek mondanám. Az Európai Parlamentben ugyanez a helyzet, ott egy 75%-os többségük van, magyar parlamentben még egy harmaduk sincsen. Képviselő úr, mi lesz? Mire számít? Ugyanez. Mire számít? Mert ugye ez az adok-kapok, ez most már 10 éve tart. A helyzet az véletlenül sem az volt, amit ön mondott. Az Európai Bizottság képviselője nagyon tárgyszerűen szólalt meg, az európai baloldal főzöngő, vagdalkozó, folyamatosan üveghangon üvöltöző felszólaló képviselőhez képest elmondta, hogy ha és amennyiben Magyarország azokat a vállalásaikat teljesíti, amelyek a 17 pontban öltöttek testet, akkor ez eloszlatja az Európai Bizottságnak a fenntartásait. Mi ezeket teljesítettük az előttünk álló napokban, ennek az értékelésére módja és lehetősége van az Európai Bizottságnak, és megítélésem szerint egy egyetértés alakult ki az Európai Bizottság és Magyarország között, és olyan uniós döntések fognak születni, amelyek kapcsán elhárulnak az akadályok, hogy Magyarország a jogszerint nekünk járó uniós forrásokhoz hozzájárul. Ezek különösen azért örülök, mert szó szerint ezt mondtam a bevezetőmben, tehát akkor valószínűleg félreértett engem, ugyanezt mondtam. Az Európai Parlamentnek, és ez ég egyet a világon, semmilyen jogköre, hogy ebben az úgynevezett kondicionalitási feltételességi vagy jogállamisági eljárásban egy tagállam által tett vállalást értékeljen. Tehát nem osztottak lapot az Európai Parlamentnek, ez egy politikai hőzöngés, ami tegnap volt. A csütörtökön elfogadni szándékozott európai parlamenti határozatnak is csak egyetlen egy célja van,
megtámadja, nyomást gyakoroljon az Európai Bizottságra, őket fenyegették, velük üvöltöztek a tegnapi vitában is a baloldal európai parlamenti képviselő, hogy ne merjen semmilyen körülmények között sem megállapodni Magyarországgal, mert az európai baloldalnak sajnos élharcosaként ennek a kórusnak, a magyar baloldalnak is az egyetlen egy politikai célja, hogy Magyarország bármit is csinál, semmilyen körülmények között se juthasson egyetlen egy fillér uniós támogatáshoz sem. Én úgy ítélem meg, hogy ez a politikai célkitűzés nem fog teljesülni, ők ebben a küzdelemben vereséget fognak szenvedni, mi magyarok győzni fogunk, sikerrel fogunk járni, ezeket a vállalásokat a magyar kormány teljesítette, el fognak hárulni azok az akadályok, amelyek eddig léteztek. Végül is mégiscsak az történik, hogy jó néhány olyan pont volt, amit a magyar kormány elismert, és amelyben lépett hátra egyet, kettőt, hármat nézőpont kérdés. Nem hátra lépett, az a helyzet, hogy a magunk mögött hagyott több mint egy évtizedben számtalanszor fordult elő, hogy amikor nem politikai vádakat fogalmazott meg az Európai Bizottság, amelyik egyébként nem működhet politikai bizottságként, hanem a szerződések őreként tárgyszerűen kell eljárnia, ha visszatudott helyezkedni ebbe a klasszikus szerepébe, és voltak tárgyszerű javaslatai, amelyekben egyet tudtunk érteni, akkor számtalanszor változtattunk a magyar gyakorlaton. Hát nincs egyetlen egy Európai Uniós ország, amelyik elmondhatná magáról, hogy az elképzelhető legtökéletesebb az a rendszere, ahogy az uniós forrásokat felhasználja. Mindegyik országot illetően lehet átszerű javaslata az Európai Bizottságnak, ha ilyet fogalmaznak meg, ha nem beáll az Európai Bizottság abba a kórusba, amit az európai baloldal képvisel az Európai Parlamentben, és mindenféle testetlen, ledorongoló, zaklató politikai vádakat fogalmaz meg, hanem azt mondja, hogy kérem szépen, ilyen meg ilyen tárgyszerű javaslatai vannak, azokról lehet egyeztetni. Korábban is volt erre példa, számtalanszor fogadott el Magyarország ilyen javaslatokat, hát legalább kétszer változtattuk meg gyökeresen pont az Európai Bizottság javaslatára a magyar közbeszerzési rendszer, tehát nem példa nélküli az, ami most történt. Azt a politikai vádat nem fogadjuk el, nem azért, mert érzékenyek vagyunk, azért, mert hazugság, mert nem felel meg a valóságnak, hogy Magyarországon a jogállamisággal lenne probléma. Hogyha van olyan javaslat, aminek alkalmazásával még hatékonyabban lehet felhasználni az uniós forrásokat, hát nosza, az ég egyet a világon semmilyen ellenkezés nincs a részünkről ezekkel kapcsolatban. Didier Reynders kicsit távolságtartóan, de optimistán nyilatkozott, hogy az Európai Bizottság igazságügyi biztosa, ön pedig nagyon határozottan és optimistán. Úgy gondolja, hogy ez a hét a lezárás hete lesz? A jövő hét, illetve az azt követő hét lesz a mostani kondicionalitási jogállamisági feltételességi eljárásnak a lezárási időszaka. Ez a hét az európai baloldal által gerjesztett politikai hisztéria hete, mindenféle vagdalkozás, vaskos üzengetés, fenyegetése az Európai Bizottságnak. Jövő héten az Európai Bizottság értékelve a úgynevezett magyar vállalások teljesítését, a kondicionalitási eljárás lezárására vonatkozó javaslatot fog véleményem szerint megfogalmazni, az azt követő héten pedig a pénzügyminiszterek tanácsa tud dönteni ebben a kérdésben, egyúttal a magyar helyreállítási alap elfogadásáról, illetve maga a bizottság az úgymond rendes 7 éves uniós költségvetésben Magyarországnak rendelkezésre álló több mint 20 milliárd eurónyi regionális fejlesztési pénz felhasználását lehetővé tevő úgynevezett partnerségi megállapodás elfogadásáról tud dönteni. Igen. Én azt gondolom, hogy a jelek ebbe az irányba mutatnak. Fogunk erről még beszélni szerintem. Mértékben akarja megakadályozni ezt a folyamatot az európai baloldal. Fogunk erről még beszélni szerintem, és remélem, hogy pozitív lesz a végkicsengés. Dajs Tamás az Európai Parlament képviselője, fideszes képviselőként. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.